Sziasztok! December 17-e van, úgyhogy ez már a harmadik heti összefoglalom a klinikán eltöltött kuráról. Ebben a videóban a sportot szeretném alaptémaként venni. A napirendes videóban volt már egy-két dologról szó, viszont úgy voltam vele, hogy egy önálló videóban mégis összegyűjteném a sportot és az ezzel kapcsolatos dolgokat nektek. Amikor a paciensek megérkeznek a klinikára, akkor átesnek egy általános orvosi vizsgálaton, EKG-t is végeznek, terheléses EKG-t is, illetve vérnyomásmérés is van egy pár napon keresztül, hogy az orvos egy képet kapjon a paciens egészségügyi állapotáról, úgymond, és ezután döntheti el, hogy akkor milyen sporttevékenységeket végezhet a paciens. Vannak olyan paciensek a klinikán, akik egyáltalán nem végezhetnek sportot, ők többnyire olyan paciensek, akik a mozgás által szokták levezetni azt a minimálisan bevitt kalóriát is, amit magukhoz vesznek. Az adipozitás paciensek többnyire egészségügyi állapottól függően természetesen, de többnyire végezhetnek sportot. Az én értékeim és eredményeim rendben voltak, úgyhogy többféle sporttevékenységet is felírt nekem az orvos. Igen, és akkor nézzük, hogy mik ezek. Van ugye hetente háromszor az úgynevezett korai sport, ami a reggeli előtt egy 3-4 órás sporttevékenység. A heti három alkalomból kettőször kiszoktunk menni a klinika mellett lévő parkba, és ott eleve odáig sétálunk, utána végzünk bemelegítő gyakorlatokat, aztán pedig sétálunk hol tempósabban, hol lassabban, de tulajdonképpen mindenki követheti a saját maga tempóját, ami számára jó, igen, ez van ugye heti kétszer. A heti harmadik korai sport pedig itt van a klinikán belül a tornateremben, és ez változó, hogy mit szoktunk csinálni. Ez az egyetlen olyan korai sport, amikor csak adipozitás paciensek vannak jelen, és volt már, hogy ilyen nagy labdákra kellett leülnünk, és azzal mindenféle gyakorlatokat végezni, vagy ilyen kis kézilabdaszerűséggel mindenféle gyakorlatokat végezni, úgyhogy ez elég változatos szokott lenni, ezt amúgy szoktam szeretni. A korai sport annyira nem az én világom, és abban is biztos vagyok, hogy amikor majd otthon fogok valamit sportolni, akkor valószínűleg nem ebben a korai órában fogom ezt tenni. Minden esetre leszoktam menni, és részt szoktam venni rajta, de annyira nem szeretem, hogy őszinte legyek, de ez ugye amúgy sem szeretem, nem szeretem kérdésem. Aztán hetente többnyire kétszer van lehetőség úszásra, egy alkalommal csak adipozitás pacienseknek, a másik alkalommal jöhet más is, akinek az orvos ezt megengedte, és ez úgy szokott zajlani, hogy hetente egyszer van itt tőlünk nem messze egy tényleg élményfürdő, akkor oda lehet elmenni, ez többnyire szombaton szokott lenni, és olyankor a fürdő keretén belül van egy, nem is tudom, edző, aki vízi aerobik órát tart, és mi pont abban az időpontban megyünk, hogy ezzel részt tudjunk venni. Előtte van egy kis idő, úgyhogy lehet úszni. Ezen eddig egyszer voltam, és nagyon-nagyon tetszett, ezen szeretnék majd máskor is részt venni. A heti második úszás, az pedig szerdán szokott lenni, akkor egy másik úszodába szoktunk elmenni, egy másik klinika úszodájába. Az előző úszoda az kb. Egy ilyen 10 perces sétára van, ez a kisebbik, ez pedig egy ilyen negyed órányira. És ez, hogy őszni legyek, nekem annyira nem is tetszett, mert itt egyetlen egy medence van, úszásra nincs lehetőség, és az itteni sportterapeutánk tartja nekünk ezt a vízi aerobik órát. Elég keményen megdolgoztat minket, amivel nincs is bajom, viszont tök jó lenne utána, vagy előtte még egy kicsit úszni, viszont egy 120 centis kis pancsoló medencében ez annyira nem nagy élmény, főleg, hogy a medence maga is nagyon kicsi. Minden esetre erre is eljárok, én ezt nem tavaly nyáron, hanem tavaly előtt nyáron, akkor hetente ilyen kétszer vagy háromszor is eljártam úszni, ami tök jó, és azt szeretném majd visszaépíteni valahogy a mindennapjaimban. Nem minden nap, de nem tudom, hetente mondjuk egyszer-kétszer így munka mellett is biztos vagyok benne, hogy tudnék rá időt szakítani, hogy eljárjak úszni.
Az egyetlen egy problémám ezzel, hogy hogyan építsem be a mindennapjaimba, az pont az, hogy az az uszoda, ahova jártam, az pont azt hiszem, hogy egy hónappal ezelőtt lett lezárva, mert hogy újjáépítik, és ez egy elég hosszú projekt. Minden esetre megpróbálok majd másik uszodát keresni, ahova elmehetek így úszni. Aztán mi van még? Ja igen, kifelejtettem a hokker csoportot, ami szintén korai időpontban van reggeli előtt. Ennek az a lényege, hogy ide csak adipositas paciensek járnak, és ülve végezhető gyakorlatokkal erősítjük bizonyos izmokat, illetve mozgatjuk át magunkat. Igen, az extrém túlsúly esetében van, amikor egy mozgás forma csak bizonyos helyzetben kivitelezhető, ebben az esetben ülve. Ez is érdekes, szokott lenni elég változatos, úgy értem, és ezt is szeretni szoktam. Aztán gyorsan puskáznom kell, hogy mit felejtettem még ki. Igen, az úszást mondtam. A szerdán kifelejtettem még. Szerdán szokott lenni az úgynevezett hátiskola, amin ez a harmadik hetem itt, vagy hát kedden lesz a harmadik hét, és még nem vettem részt rajta, mert az első két alkalommal szabadságon volt a sportterapeuta, úgyhogy nem volt megtartva ez a hátiskola. A múlt héten pedig voltam úszni szerdán, és nem értem vissza addig, hogy részt vegyek ezen a hátiskolán. Minden esetre majd a jövő héten megyek, és az egyik csoporttársam volt a múlt héten is, és mondta, hogy egy ilyen nagy labdával többnyire a földön fekve végeztek hátizom erősítő gyakorlatokat, ő teljesen kész volt utána. A sportterapeutánk elég, nem mondom, hogy szigorú, mert a maga módján jó fej, viszont eléggé meghajt minket, hogy úgy mondjam. De ezzel nincs egyáltalán semmi baj. Ezek voltak azok a sporttevékenységek, amiket így másokkal együtt végezhetek, illetve ott vannak még a terapeutás célú séták, amik esténként vannak megrendezve. Ezeken az első két hétben kötelező részt venni, hogy az ember egy kicsit kimenjen. Én ezen már túl vagyok, viszont hetente ilyen kétszer-háromszor így is el szoktam menni, mert egyszerűen jól esik egy kicsit sétálni, de ezt most már egyedül is megtehetem, és meg is szoktam tenni, egyedül is ki szoktam mozdulni. Az orvos, van egy edzőterem itt a klinikán belül, ami elég kicsi, viszont csak az adipositas paciensek használhatják, úgyhogy már többször sikerült úgy kifognom időpontot, hogy csak én voltam lent, aminek nagyon örültem. És ott van futópad, szobabicikli, cross trainernek hívják, azt hiszem azt a gépet, ami még van. Én a szobabiciklit kaptam felírva, úgymond, az orvosomtól, és hetente háromszor 50 watttal egy fél órát szoktam letekerni. Ezen majd szerintem a jövő héttől fogunk emelni, mert most már érzem úgy, hogy ez az 50 watt, ez relatív könnyű. Amikor elkezdtem az első héten, akkor tényleg fél óra alatt kiizzadtam a lelkemet is. Most már a második héten eljutottam odáig, hogy már szinte egyáltalán nem izzadok mellette, és jól esik ez a fajta mozgás. Már elkezdtem nézni amúgy otthonra is szobabiciklit, hogy szeretnék venni, és találtam is használtan, nem túl drágán, úgyhogy már csak helyet kell neki keresni, mert ez tényleg egy olyan mozgásforma, ami érzem, hogy jót tesz a hátamnak, mert minden egyes alkalommal, amikor leszállok a szobabicikliről, akkor érzem, hogy egyszerűen jó a hátamnak és a derekamnak. Egyrészt, másrészt itt lehetek egyedül, hallgathatom közben a kis zenémet, és mégis mozgok, és mégis teszek valamit magamért. Harmadrészt, én régebben jártam edzőterembe, és emlékszem, hogy tökre szerettem, viszont most még nem tartok ott, hogy megint elmennék, és itt tényleg nem kell attól tartanom, vagy azon agyalnom, hogy most akkor kinéz, hogy mennyire izzadok, vagy hogy nézek ki éppen tekerés közben, mennyire vörösödik a fejem, vagy ilyesmi, amit tudom, hogy butaság, de egyelőre még itt tartok, hogy még igenis ez problémát jelentene, úgyhogy ezért nagy előny, hogy otthon lehetek. Úgyhogy szobabiciklit mindenképpen szeretnék majd venni otthonra. Igen, és szerintem el is mondtam minden mozgást, amit végzek, ahogy mondtam, hetente háromszor korai sport,
mondhatjuk heti négynek is, mert hogy ez a hooker csoport, ez is korai sportnak számít. Hetente háromszor szobabicikli, hetente egyszer-kétszer úszás, és a gyaloglás, ami még ehhez így hozzájön. Szerintem nem mondom azt, hogy ezt otthon is ugyanígy fogom majd folytatni, viszont mindenképpen szeretném a mozgást és a sportot egy kicsit beleépíteni az életembe, mert egyrészt nem csak azért, hogy jobban tudjon lemenni rólam a felesleg, hanem azért is, mert hozzátartozik ahhoz, hogy egészséges legyen az ember. Egy kis mozgás, és igen, ahogy mondtam, a szobabicikli és az úszás az, ami úgy gondolom, hogy nekem való, illetve néha egy kicsit sétálni, esetleg Martinnal vagy az öcsémmel elmenni, ez is megvalósítható lesz majd. Igen, azt hiszem, hogy mindent elmondtam a sportról, amit szerettem volna. Nem mondom, hogy megszerettem a sportot, de már van olyan, hogy nem úgy megyek le, hogy te jó Isten, már megint menni kell. Ami számomra már egy eredmény, mert már ez is haladás ahhoz képest. És remélem, hogy valamikor tényleg szeretni fogom annyira, hogy meg is van rá az igényem, hogy menjek és csináljam. Jó, akkor nézzük, hogy mi volt ezen a héten. A harmadik hetem jó volt. Tényleg azt mondhatom, hogy jó volt. Kedden visszakaptam a telefonomat, úgyhogy most már végre tarthatom a kapcsolatot a szeretteimmel, ami számomra nagy lelki megnyugvást jelent, és ez egyszerűen kihat mindenre, jobban tudok saját magamra is koncentrálni, jobban tudok itt és most a jelenben lenni, fejben. Igen, úgyhogy nekem egyszerűen erre szükségem volt, illetve szerdán volt a második vérvételem, mióta itt vagyok, és ennek az eredményei már egy kicsit jobbak lettek, mint az elsőnél, úgyhogy ez is azt bizonyítja számomra, hogy van fejlődés és van haladás, illetve kaptam egy csomagot Bettitől, ezek már ilyen apró, kis személyes, pozitív dolgok, aminek hihetetlenül örültem, már csak maga a tény, hogy valaki gondol rám, és nagyon kedves szavakat írt a levelében, és tényleg én is nagyon várom, hogy megismerkedjünk személyesen, Betty. És a kislánya is készített egy kis apróságot nekem, ami tényleg hihetetlenül megmelengette a szívemet, és nagyon-nagyon jól esett. Illetve meglátogatott szombaton a barátom és az öcsém is, illetve a barátaim is meglátogattak szombaton, úgyhogy a szombat az egy ilyen pozitív nap volt. Az egyetlen, ami egy kicsit stresszes volt számomra, hogy az ebéd alól kértem felmentést, hogy elmehessek majd a barátommal és az öcsémmel enni valahová, és azt mondtam nekik már előre, hogy én ezt a struktúrát, hogy mikor eszek általában, ezt nagyjából szeretném betartani. És persze valamennyire rugalmasnak kell lenni az embernek, mert ki tudja, a való életben is közben jöhet bármi, amikor valami miatt felborul ez a rend. Viszont alapvetően szeretném, hogyha csak minimális eltérések lennének, így az étkezéseket illetően, az étkezések időpontját illetően. És tudni kell, hogy az öcsém nagyon finnyás, és megnéztünk egy pár éttermet itt a klinika környékén is, ami nem csak az öcsém miatt, mert volt, ahol Martin mondta, hogy ott nem találna magának semmit, volt, ahol én, volt, ahol az öcsém, de hogy így később jutottam el odáig, hogy megebédeltünk, és ez számomra már így nagy nyomás volt, hogy akkor most már azért is, mert elkezdtem éhesnek érezni magam, és utána rögtön az volt a gondolatom, hogy oké, akkor most éhes vagyok, és akkor most nem fogok jól lakni egy normál adag porció, egy normál adaggal, és hogy akkor ez az éhségérzet, ez most megint visszajön, és szerencsére nem így volt, ez megint csak a fejben játszódott le, viszont ez egy kicsit stresszes volt számomra, de ez a való életben is így lesz, úgyhogy egy kicsit meg kell edzenem magam, illetve azt, hogy magamért legyek, hogy magamért feleljek, és hogy nem mindig másokat nézzek, hanem saját magamat is. Ezen úton vagyok, mint ahogy így az egyéni terápiával kapcsolatban is. Nem hittem volna, hogy
hogy ennyire gyorsan belecsapunk a lecsóba, ami a problémákat illeti, nagyon gyorsan belecsaptunk, viszont vannak dolgok, amiben már javulást érzek. Úgyhogy ehhez kell majd egy hosszabb idő, és így az egyéni terápiának a részleteibe nem is nagyon szeretnék belemenni, viszont már egy-két technikát tanultam, hogy hogyan lehet ilyen problémákat elkezdeni feloldani, aminek nagyon-nagyon örülök. Igen, szóval ezen a héten már abszolút pozitívabb voltam, és most is nagyon örülök, várom a következő hetet, már csak azért is, mert karácsonyra hazamehetek, hála Istennek, az azt jelenti, hogy 23-án délelőtt indul a vonatom innen, és 26-án estére kell visszaérnem. Ez egy úgynevezett realitás tréning, amit csinálni fogok most otthon, ezt karácsonyra időzítettem, mert hát na, karácsonykor mindenképpen szerettem volna otthon lenni. Erről mindenképpen szeretném majd egy külön videóban beszámolni, hogy milyen elvárásokat támasztottam én magammal kapcsolatban, és hogy ezeket hogy sikerült teljesítenem. Igen, mit szerettem volna még elmondani? Igen, az előző két videónál rengeteg kedves szót és pozitivitást és energiát kapok tőletek, ami számomra hihetetlen, mert nem gondoltam volna, hogy ez a téma így ennyire érdekel titeket egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg ennyire szuperek vagytok is, hogy ennyire hogy ennyire mellettem álltok is, ez hihetetlenül jó érzés, úgyhogy köszönöm szépen nektek. A kommentárok közül még két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, az biztos vagyok benne, hogy a kommentár írója ezt egyáltalán nem negatívan értettem, mert hanem ez egy alapvetően pozitív hozzászólás volt a részéről, viszont engem valahogy egy kicsit mélyen érintett, mert mindjárt a lényege a hozzászólásnak, ami egy kicsit így megérintett, hogy nem először fogalmazódott meg bennem, és írtam is neked korábban, hogy jó dolgodban már nem tudod mit csinálj. Ami nem tudom, hogy én értem-e félre, de én nem jó dolgomban vagyok itt. Nem azért vagyok itt, mert jó dolgomban kitaláltam magamnak egy problémát, hanem azért, mert volt egy problémám, aminek most jött el az ideje, hogy elkezdjem feldolgozni. És lehet, hogy az első két videóban is mondtam nektek, hogy mennyire hiányoznak a szeretteim, és a többi, és a többi. De nem csak erről volt szó, hanem arról is, hogy elkezdtem egy egyéni terápiát, aminek kapcsán nagyon nehéz témákat kell feldolgozni, és hogyha esetleg mondtam olyan dolgokat, amivel panaszkodtam, vagy nem is tudom, akkor az igenis ehhez is köthető, hogy nem jó dolgomban, hanem pont azért, mert elkezdtem régi sérelmeket feldolgozni, pont azért lehet, hogy egy kicsit negatívabb voltam. Minden esetre, ahogy mondtam, tényleg tudom, hogy ez a hozzászólás alapvetően pozitív volt, és biztató is, ezt köszönöm szépen, de igen, remélem, hogy értitek, nem jó dolgomban vagyok itt. Ezt nem így kitaláltam magamnak, hogy na már most akkor ilyen a hollywoodi sztárok szanatóriumibeli életét szeretném élni, hanem egyszerűen erre van szükségem. A másik pedig, az az étkezéssel kapcsolatos. Láttam a kommentárok között, hogy valaki abszolút a szénhidrátok ellen van, valaki amellett van, és a többi, és a többi. Én elmondtam a klinika koncepcióját, ami az étkezést illeti, és elmondom azt is, hogy ez számomra szimpatikus. Az, hogy mások ezt hogy csinálják, hogy kiiktatják az étrendjükből a szénhidrátot-e vagy sem, vagy nem is tudom, Atkinson diétát csinálnak, vagy a 160 g-os szénhidrátos diétát csinálják, az számomra tényleg mindenki eldöntheti saját maga. Viszont aminek nagyon-nagyon örülnék, hogyha nem akarná az ember mindig jobban tudni a másiknál, hogy nézd meg ezt a videót, nézd meg azt a videót, mert ez az orvos azt mondta, az az orvos azt mondta. Mindenki elfogadhatja egy-egy orvosnak, egy-egy szakembernek a véleményét, ami számára szimpatikus. Nincsen ezzel semmi baj, és nem kell egymást meggyőzni arról, hogy már pedig ez a jó út, ez lesz neked is jó, mert ez egyéntől függő, és remélem, hogy Nem fajult veszekedésig a dolog, meg semmi ilyesmi, úgyhogy abszolút kulturáltak voltak a kommentárok, csak szeretném, hogyha így nagyobb teret
engednétek így egymásnak, meg magatoknak, mint mindenkinek eldönteni azt, hogy ő éppen hogy szeretné a dolgát csinálni. Jó, azt hiszem, hogy elmondtam mindent, amit szerettem volna. Ahogy mondtam, jövő héten megyek haza, úgyhogy szerintem a videót azt majd csak utána fogom elkészíteni, miután visszajöttem. Bár lehet, hogy majd lesz valami, amit otthon is felveszek, mert így azon gondolkoztam pont a múltkor, hogy 6 hétig leszek itt, 6 videót szerettem volna felvenni, viszont kevés az a 6 videó mindent elmondani, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne. Lehet, hogy lesz 7-8 videó is így a klinikáról, remélem nem bánjátok. És igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót, és még egyszer köszönöm nektek a pozitív kommentárokat, hozzászólásokat, tényleg erőt adtok nekem, ami tudom, hogy így fura, de mégis így van, hogy ott érzek egy hátszelet magam mögött, ismeretlen embereket, akik mégis szimpatizálnak úgymond velem is, és bíztatnak, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. Szóval még egyszer, köszönöm szépen nektek, és a figyelmeteket is köszönöm, találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, és legyetek jók. Sziasztok, további szép napot!